Decemberben meghívott minket az óvoda vezető, a Mikulás csomaggal kapcsolatban az óvodába megbeszélésre. Megbeszéltük a Mikulás csomagot, és utána elkezdte mondani nekem, hogy az óvodába majdnem minden gyerek szellemi fogyatékos, nem bírnak a gyerekek enni asztal mellett, mert nincsenek hozzászokva az asztalhoz, meg a székhez, meg a kanálhoz, meg a villához. És mondtam, hogy ezt nem mondja, mert ez nem igaz. Akkor tetyvesek, akkor hótvarasak a gyerekek. Erről elkezdtünk vitatkozni. Na, én ott hagytam, mert feldegesítettem magam, ott hagytam, és volt a gyűlésünk a képviselőtestületnek, és pont ott volt ő is, és én felhoztam, hogy hogy beszélhet egy óvoda vezető így a gyerekeinkről, hogy szellemi fogyatékosak, hótvarasak, tegyvesek. Na, és erre fel, hát vitatkoztunk ottan, mert azt is lehet, hogy vitatkoztunk, mondta ő is, hát ő is lecigányolt engem, én azt mondtam neki erre, akik így beszélnek a gyerekeinkről, azok rasszisták. És ha maga így beszélt róla, meg a helyettese, akkor önök is azok. És ezt így kimondtam szó szerint. Erre fel én beadtam egy kérvényt a Farkasjuk önkormányzathoz március elején, hogy váltsák le az óvodavezetőt, meg a helyettesét, mert nem alkalmasak én szerintem arra, hogy vezessék az óvodát, ahol csak cigány gyerekek járnak. Mert így nyilatkoztak a gyerekeinkről. Erre fel ő, március végén feljelentett. Hogy én azt mondtam rá, hogy rasszista. De ez arra másképp nem jelentett volna fel szerintem, mivel én kértem ezt a kérvényt, beadtam az önkormányzathoz. És ezért feljelentett ő. Rágalmazásért, igen. Bementünk a tárgyalásra, ő is bejött, elmondta a bírónő, hogy béküljünk ki. Ő azt mondta, hajlandó, ha én bocsánatot kérek tőle. Én mondtam neki, hogy nincs okom azért, hogy én bocsánatot kérek tőle. Én nem mondtam azt rá, hogy rasszista. Én azt mondtam, akik így beszélnek a gyerekeinkről, az a rasszista. És hát ő is elmondta, hogy nem kellett volna ezt nekem így mondani. Hát mondom, ha magára vette, arról én nem tehetek. Ha maga ha nem veszi magára, akkor nem érti magára azt, hogy rasszista, akkor nem én mondtam magára. Én arról mondtam, aki így beszél. És ha maga így beszélt, akkor csak akkor jogosan mondtam ezt a tőle. Vitatkoztunk még ottan ezekről a dolgokról, mondta, de ő is elmondta a tárgyaláson, és a bírón is csak lesett, hogy hát igen, fogyatékosak a gyerekek. Én kértem most is, hogy mondjon már legalább az utolsó pár évben hány gyerek került a kisegítő iskolába, a fogyatékosok. És azt mondta erre, hogy egy se. Akkor hogy mondhassa ezt, mondom, hogy fogyatékosak a gyerekeink? Hát ő így gondolja, őnek a 40 éves tapasztalata, ezt hozza ki. Azt mondta, hogy megcsókolhassuk a sáros lábát, hogy ő nevele a gyerekeinket. Az lett a kompromisszum, hogy ezen túl nem fogja mondani azt, hogy fogyatékosak a gyerekeink. Hanem helyett azt mondta, hogy butább a többitől. Megszüntették az eljárást így ellenem.